Szentes Magyarország délkeleti részén, a Nagyorföld centrumában fekszik. Területe 35 ezer hektár, lakossága 34 ezer fő. A város vizektől szabdalt területe ősidők óta lakott hely. A virágzó őskori települések helyén a 9. századig egymást váltották a különböző népcsoportok. Megfordultak itt kelták, gótok, hunok, avarok, jazigok, bolgárok, szarmaták, roxolánok. Egyes feltevések szerint Szentes térségében, a Tisza körös szögében állhatott Attila legendás sátorvárosa is. Az itt élő népek kultúráiról tanúskodó gazdag leletanyag a város közel 100 éves múzeumában állandó kiállításon tekinthető meg. A 10. században érkező magyar törzsek számos települést hoztak létre, melyeket már a 11-12. Századi oklevelek is megemlítenek. Szentes neve először 1211-ben jelenik meg, míg városként először egy 1564-ben kell oklevélnek. A középkor vérzivataros századaiban Szentes és vidéke állandó harcok szintere. 1242 és 1694 között a tatárok, hunok és törökök hatszor égetik fel és rombolják le a települést. Amíg azonban az állandó harcok a környékbeli településeket fokozatosan elnéptelenítik, addig Szentes kedvező természeti adósságai következtében mindig újra települ. A város régi címerében álló pálma a viharok közepette örökké újjáéledő és megújuló települést szimbolizálja. A környékbeli elpusztult települések emlékét néhány rom és elnevezés övezi. A múlt írásos dokumentumait a levéltár, valamint a könyvtár őrzi, biztosítva egyben tudományos igényű feldolgozásukat. Az 1700-as évek elején Szentes és környéke gyors fejlődésnek indult. A Harukkenbárók és Károlyi grófok uradalmi központjaként az ország más részeiből és Dél-Németországból katolikus, református és evangélikus vallásúak betelepítése révén az akkori idők jelentős városává nőtt. A múlt században a mai Magyarország 6.-9. legnagyobb települése lett. A hatalmas pusztákon a gabonatermesztés és az állattenyésztés adott kenyeret az embereknek. A város mellett volt a keletről nyugatra haladó állathajtási út, ma is meglévő fő-tiszai átkelője. A kereskedelmi utak vonzották a távoli vidékek kereskedőit is. Így telepedtek meg 2 évszázada a városban a görögök. Egzisztenciájukat megteremtve, csodálatos ikonosztázzal díszített templomot építettek. A liberális valláspolitika eredményeként a 18.-19. Században a többi felekezet is megépítette a maga templomait. Ekkor épült a klasszicista stílusú református nagy templom, a város legkiemelkedőbb építészeti emléke. Az 5000 ember befogadására alkalmas épület az Alföld egyik legnagyobb református templom. Századunk elején épült, tehát legfiatalabb az evangélikus templom. E szép épületek féltett kincsei városunknak. Megóvásuk a ma feladat. A város fejlődésének döntő fordulata az 1836-os esztendőhöz kötődik, amikor saját erejéből megváltotta magát földesurától. Ettől kezdve büszkén viselte a szabad Szentes városa. A hatalmas összegű örökváltság kifizetése után a 19. század utolsó harmadától alakult ki a városközpont jellemző épületek típusa. A város 1879 és 1950 között Csongrád megye székhely volt. Ebben az időszakban telepítették a város arculatát, hangulatát, ma is meghatározó ligeteket, parkokat. Sajátos szín volt a várost átszelő folyócska parti sétányainak romantikája. A modern korra a lépést tartani igyekvő városban
ipari üzemek létesültek. A növekvő lakosság nagyarányú lakásépítést tett szükségessé. A lakótelepek és ipari üzemek telepítésekor is törekedtünk a város kép lehetőség szerinti megőrzésére. Így a legnagyobb lakótelep és az ipari üzemek döntő többsége a város szélére kerül. Szentes iskolaváros is. Több mint 4000 diák jár az 5 középfokú és 8 alapfokú oktatási intézménybe. A legrégibb és legkiemelkedőbb közülük az 1859-ben alapított Horváth Mihály Gimnázium, mely elsősorban humán képzésével vívott ki országos rangot. Falai között francia, angol és német nyelvi lektorok dolgoztak, és plantálták el az egyes nemzetek kultúrájának magvait. Ezek a település életében kiemelkedő szerepet játszottak és játszanak. A határt átszelő két nagy folyó, a Tisza és a Körös, valamint ezek holtágai és csatornarendszere értetik az öntözéses mezőgazdaságot, mely a legkorszerűbb eszközök alkalmazásával kiváló termés eredményeket ér el. Emellett a vizek remek halászati és horgászati terepek. Partjukon strandok szolgálják az itt élők és ide látogatók pihenését, szórakozását és kikapcsolódását. Az utóbbi 30 évben a felszíni vizek mellett egyre fontosabb szerepet játszanak a felszín alatti készletek, különösen a nagy mélységből kitermelt termálvíz. A városban 1957-ben furták az első melegvízkutat, mely ma is 78 Celsius fokos gyógyvizet ad a kórház és a gyógyfürdő üzemeltetésében. Időközben a város területén 32 termálkút létesült, alig 35 négyzetkilométernyi területen. Ez Európa legsűrűbb geotermikus megye. A felszínre hozott termálvizeket több lépcsőben és ágazatban használjuk fel. Ezek közül ma a mezőgazdaság a legjelentősebb. A hagyományos mezőgazdasági ágazatok továbbélése mellett a kertészetben és az állattenyésztésben a 60-as évektől kezdve a termálvíz egyre nagyobb mértékű felhasználásával új fejlődési irányok bontakoztak ki. A termálvízre alapozott kertészet két típusa alakult ki. Az Árpád és Felszabadulás TS elsősorban zöldségtermesztésre szakosodott, példájukat mások is követték. Főként paprikát, paradicsomot, káposztaféléket termelnek a több százezer négyzetméter felületű üvegházakban és fóliasátrakban. A Termál TS a dísznövénytermesztésben használja fel a geotermikus energiát. Segítségével évente 7 millió szálas virágot termesztenek, melyek nem csak az országban, hanem Európa legtávolabbi vidékein is ismertek. A koncentrált nagyüzem mellett jelentős kisegítő termelés is folyik. Ebben az integrált gazdálkodásban az itt élő családok közel egyharmada vesz részt. A sok ezer kisebb fóliában februártól novemberig a legkülönfélébb kertészeti kultúrák teremnek, melyek a korai zöldségtermesztési rendszer szervezésében kerülnek Európa országaiba. Az évi 20 ezer tonnás forgalomnak mintegy egynegyede kerül ki ezekből a háztáji fóliákból. Az intenzív zöldségtermeléshez szükséges technológia és fajta választék kialakítása érdekében komoly kutató és fejlesztő munka folyik városunkban. A vetőmagvállalat kutató állomásán a laboratóriumi és szövettenyésztési munkák mellett a technológiai lánc egészét végig kísérik a szakemberek. A melegvíz nem csak a növénytermesztő házakat hűti, hanem az állattartó épületeket is. A Pankotai Állami Gazdaság telepéről évente 70 ezer sertés kerül a vágóhídra. Ugyancsak termálenergiát használnak a termelőszövetkezetek a baromfi keltetésnél és nevelésnél.
évente 1 millió 100 ezer libát és pulykát keltetnek és adnak el. Ezen túlmenően mintegy 2 millió 400 ezer csirkét, libát és pulykát nevelnek fel a termálvízzel fűtött épületekben. A nagy tömegben tenyésztett szárnyasokat helyben dolgozza föl a város egyik legrégebbi és legnagyobb üzeme, a Baromfi feldolgozó vállalat. Az évente feldolgozásra kerülő 20 millió baromfi 45%-át Szentes területéről vásárolják. Termékei a baromfi mellett sertés és más húsféleségeket is tartalmaznak. E technológiai együttes új termékek egész sorát bocsátotta a hazai és külföldi piacokra. A 80-as évek elejétől új lendületet kapott a termálvíz kommunális hasznosítása. A meglévő földgázüzemi tömbfűtőműveket részlegesen geotermikus energiával működtetjük. A kiemelt termálvíz hőkicserélőkben adja át energiáját a rendszerben keringő fűtővíznek, melyet -2-3 Celsius fok alatt a földgáz kazánok üzemeltetésével pótolnak ki. Ezzel a megoldással három fűtőmű földgáz felhasználása a fűtési idényben a felére csökkent. Az üzemeltetési költségek jelentős mérséklése mellett a másik előny a kazántelepek káros környezeti hatásainak csökkentése. A telepek összekapcsolásával a közeljövőben napirendre kerül az egységes geotermikus közműhálózat kialakítása. A város másik legjelentősebb üzemében, a Contacta Contavil vállalatnál, a fűtési felhasználás mellett a gépipari technológiában is folynak kísérletek a termálvíz hasznosítására. A 743 ágyas több mint 100 éves kórház gyógyító tevékenysége országhatárainkon túl is ismert. A traumatológiai osztály csípő és térprotézis beültetései, a kézműtőasztal, a fogászat foggyökér implantációi nemzetközileg ismertek és elismertek. A kórházban folyó gyógyító munka kiegészítéseként egyre több területen alkalmazzák a termálvizet a terápiás folyamatban. A gyógyvíz hőtartalma és elektrolit összetétele révén elsősorban mozgásszervi betegségek kezelésénél, a műtétek utáni rehabilitációs folyamatokban, íjmasszázsnál és egyes nőgyógyászati panaszoknál használható eredményesen. Fokozatosan épül ki az 1964-ben létesített tisztasági fürdő helyén a különböző gyógyászati részlegeket tartalmazó gyógyfürdő. Falai között minden olyan kezelést el tudnak végezni, amely a magyar balneológiai gyakorlatban ismert. Ez az adottság szerencsésen egészíti ki a kórház rehabilitációs működését. A műtét utáni fürdő, majd mozgásterápiával kombinált rehabilitációhoz adottak a városban a jó személyi és tárgyi feltételek. Egyre több hazai és külföldi beteg találja meg itt a gyógyulást. Jól szolgálja ezt a lehetőséget a város központjában elterülő természetvédelmi területen kiépített termálvizes strandfürdő, versenyúszoda és tenisztadion. Az úszó és pihenő medencék mellett termálvízzel fűtött üdülőépületek szolgálják a pihenni és felülni vágyók kényelmét. A tenisztadion 12 pályáján egész nap folyamatosan hódolhatnak szenvedélyüknek a sporták hívei. Ebben a környezetben jelöltük ki egy 400 ágyas mozgásszervi rehabilitációs szállodahelyét, mely megvalósulása esetén új távlatokat nyitna a gyógyvíz felhasználására. A termálvíz nem csak előnyöket jelent, műszaki és természetvédelmi kérdéseket is felvet.
A geotermikus mező üzemeltetése során a beépített berendezéseket erősen igénybe veszi a magas hőfok és a nagy sótartalom. A sok tulajdonos érdekeinek az energetikai és környezetvédelmi követelményekkel való összehangolása folyamatos szervezést igényel. Túl a technikai problémákon az elhasznált termálvíz közvetlenül az élővizekbe engedve, sótartalmával és hőjével káros biológiai folyamatok kialakulását segítheti elő. Ezek csökkentésére több megoldás lehetséges. A visszasajtolási rendszer még kísérleti stádiumban van, de már az első hónapok műszaki tapasztalatai is kedvezőek. A másik megoldás a keletkezett csurgalékvizek közbenső tározása, ennek során a káros sótartalom kicsapatása. Az így megtisztult víz öntözési időszakon kívül leereszthető az élővizekbe. E megoldás révén létesült a 80-as években a város északkeleti részén egy 140 hektáros tározótó, mely Európa legnagyobb termálvizek tápláltatala. Partjain néhány év alatt ritka madárfajok honosodtak meg. A tó az év minden szakában alkalmas a vízisportok művelésére, szinte mindig ideálisak a szélviszonyok. Megfelelő közművesítéssel, parkosítással, kellemes kirándulóhelyé és szabadidő központtá fejlődhet. A terület rendezési terve jelenleg készül. Megvalósítása esetén új fejezetet nyithat a város fejlődésében, hiszen a termálvíz komplex hasznosításába az idegenforgalom is bekapcsolódhat. Kiemelkedő szerepük van a vizeknek a város életében. Adottak a természeti feltételek ahhoz, hogy az ide látogató, pihentető nyaralás után egészségét visszanyerve a folyók, tavak partjának képével emlékezzen.